megszólalt híradónknak a Péterfi kórházban elhunyt fiú édesapja. A család nem tesz feljelentést, de szeretnék megismerni a tragédia részleteit. A 22 éves fiatalember sportolt, ősszel még félmaraton futott. Azt azonban nem tudta feldolgozni, hogy a gyámügy kiemelte a családból a testvéreit. Ez volt a 22 éves Rafael szobája. Szeretett rajzolni, verseket olvasni és sportolni. Focizott, félmaratont futott, boxolni is elkezdett. Még voltak neki fölírva pakancslistán különböző nagyvárosok, külföldi országokban nevei, amire szeretett volna eljutni. A fiú karácsony előtt került kórházba, december 20-án este jött érte a mentő. Pszichés problémával, mivel 4 kiskorú testvérét elvitte a gyámhatóság, és az utóbbi hónapokban ő ráfogták, hogy ő miatta nem jöhetnek haza a testvérei. Már korábban is volt kórházban, most azért került vissza, mert nem járt kontrollra, a gyógyszereit pedig nem szedte. Készülöttünk, hogy reggelben megyünk látogatni őt. Neki ott milyen volt az állapot a kórházban? Akkor, amikor utoljára láttuk, akkor már sokkal jobb állapotban volt. Szinte már haza is jöhetett volna, olyan állapotban volt. Tehát javított rajta az 1 hét, illetve 8, az volt a 8. nap, igen. Ez alatt már sokat javult. December 29-én reggel mégis megtörtént a baj. Vasárnap reggel történt vele ez a tragikus baleset, hogy kiment reggel a mosdóba, és ott megcsúszott, és 9 percig állítólag ott tartózkodott a fürdőbe, és közben történt neki olyan hátul egy olyan ütődés, ami azonnali szívverés megszűnte, és pulzus megállt. Sásdi Antal, a Péterfi kórház főigazgatója híradónak azt mondta, a rendőrségi vizsgálat folyamatban van, és amíg az le nem zárul, nem adhatnak információt. A rendőrség megkeresésünkre azt írta, az esetet közigazgatási eljárásban vizsgálják, amelynek célja a halál közvetlen okának és körülményeinek kiderítése, és annak megállapítása, hogy felmerül-e bűncselekmény gyanúja. A család híradónak azt mondta, hogy feljelentést nem tesznek, de azt szeretnék, hogy a szakértők az ügy minden részletét vizsgálják ki, hogy többet ilyen eset ne fordulhasson elő. Az ATV híradójában Gulyás Eszter riportját látták.